ismerkedés a számítástechnikával. Új komputeres szobát kaptak a Gennaro Verolino iskola diákjai. Az életre való felkészítésben és a szakképzésben is nagy segítséget nyújt a gyerekeknek egy nemrég birtokba vett számítógépes szoba. A Gennaro Verolino általános iskola és speciális szakiskola tanulói a múlt év végén kapták a használt gépeket, amelyek segítségével nemrég kezdtek ismerkedni a számítástechnika világával. Érdeklődő tekintetek, vidám, egymást segítő tanítványok és minden részletet aprólékosan elmagyarázó pedagógusok. Ez a kép fogadná azt, aki a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekeket oktató Gennaro Verolino általános iskola és speciális szakiskola nemrég átadott számítógépes termében folyó órára látogatna el. Nagy Mihály Emília 2 éve kérte a fővárosi főjegyzőt, hogy azokból a gépekből, amelyeket az önkormányzat már nem tud használni, küldjenek néhányat az iskolának. A korábbi kérést most tettek követték, a leselejtezett gépekből ugyanis jó néhányat megkapott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Szövetség, ám ők 15 komputert kiegészítőkkel együtt elküldtek a szakiskolának. Ezzel a gépparkkal megteremtették a lehetőségét, hogy a fogyatékos gyerekek e területen is csökkentsék a hátrányukat. Az életre szeretnénk őket felkészíteni, és minél több gyakorlati ismeretet adni nekik. A mai világban hozzátartozik a számítógép ismerete mindenkinek az életéhez, és ezeknek a gépeknek a segítségével a gyerekeink képességeinek megfelelően mindenkit be tudunk vezetni egy kicsit a számítógép világába. Vannak olyan gyerekek, akik már használják a böngészőt, vannak olyan gyerekek, akik most tanulják meg bekapcsolni a gépet, de mindenképpen szeretnénk nekik olyan ismereteket adni, ami megkönnyíti az ő hasznos szabadidő eltöltésüket. A Katasztrófavédelmi Szövetségtől kapott gépek az igazgató tájékoztatása szerint nagyon jó állapotban vannak, és az iskola rendszergazdájának már sikerült is összehangolni, illetve telepíteni a teljes gépparkot. Néhány hete használjuk ezt a termet. Egyelőre az informatikai eszközhasználat című foglalkozásokon, ami a 9-10. Osztályban már heti 2 alkalommal, és természetesen tervezzük egy számítógépes szakkörbe indítását is, hogyha már ilyen nagyon jó körülményeink vannak. A régi új számítógépek a hasznos időtöltésen túl nagy lehetőségeket tartogatnak a gyerekeknek és az iskolának egyaránt, hiszen azokat a most alakuló szakképzésbe is be tudják vonni. A középsúlyosan értelmi fogyatékos gyerekek készségfejlesztő szakiskolai képzése átalakulóban van. Most egyelőre a régi rendszerbe különféle úgynevezett szakmákat veszünk föl, de egy modulrendszerű képzés van kialakulóban. 8, 4 és 12 órás modulokból állíthatjuk majd össze azt a 20 gyakorlati órát, amit a gyerekeknek a szakképzésbe meg kell kapni, és az egyik modul, egy 4 órás modul a számítógépes oktatás, tehát ezt mindenképpen most már meg fogjuk venni, azért mert van lehetőségünk arra, hogy a gyerekeket itt elfoglaljuk ebben a teremben. A nemrég birtokba vett számítógépes terem arra is lehetőséget ad a szakiskolának, hogy más, az iskolában oktatott tárgyak tanítása során is használni tudják a számítástechnika kínálta lehetőségeket.